több mint 1 milliárd 200 millió forintot nyert együtt két szerencsés. Wolf Kati legújabb daláról. Kincsen plusz tuti, új lehetőség a szerencsevadászoknak. Szerencsés napot kívánunk, ez a Szerencse Híradó. A hétvége nem is alakulhatott volna szerencsésebben, hiszen mind az 5-ös, mind a 6-os lotton született teli találat. Bizony, az 5-ös lotton mindössze egy hónapot kellett várni erre a teli találatra, a szerencsés közel 500 millió forintot nyert. Érdekesség, hogy a kihúzott 5 számból 3 is 40 és 50 között volt. A 6-os lotton 2 hónapot vártunk erre a jackpotra, ami közel 772 millió forintig hízott. Gratulálunk a nyerteseknek, mi se tétlenkedjük tovább, keressük meg első játékosunkat. Nagy Szilvinek hívnak. Szilvi, most Zsuzsival éppen lóversenyre készülünk, te már fogadtál-e valaha? Még nem. És tervezed-e a jövőben? Igen. Na jó van. Zsuzsi, mondd a szabályokat. 50 másodperc alatt Géza 5 kérdést fog neked feltenni, minden egyes helyes válaszod már egy biztos nyeremény, egy ilyen pénzpa sorsét csomag. Ha nem tudod a választ, passz, hogy nyugodtan visszatérhetünk rá. Oké. Okay. Zsuzsi, indíts az órát. A ló páros vagy páratlan újjópatás? Páratlan. Egy jó válasz. Melyik dallal képviselte Wolf Kati Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon 2011-ben? Szerelem, miért múlsz vagy lángolj? Szerelemért múlsz. Mi a magasabb, a budapesti parlament vagy a párizsi Eiffel-torony? Eiffel-torony. Három jó válasz. 174 éve a mai napon született Karl May, a Winnetou szerzője. Ki nem a regénysorozat szereplője? Old Shatterhand, bőrharisnya vagy Old Firehand? Bőrharisnya. Négy jó válasz. Sorolj föl három olyan szerencsejáték ZRT játékot, amelyben sport eredményekre lehet fogadni. Húva. Tipmix. Igen. Toto. Igen. Ha már a lóversenyeknél tartottunk. Gondolom valami lóversenyes. Igen, és Totóból is van egy másik. Lovi Totó. Nem, foci. Várgatlanatos. Gól Totó lett volna. Vagy a Flip Mix Pro, vagy a Kincsen Plus Tuti. Nem baj, négy jó válasz és jó eredmény. Gratulálunk. Íme a nyereményen négy darab sorsítomon. Gratulálok sok szeretettel. Köszönöm szépen. És most nézzük, mennyit nyertek pontosan az elmúlt hét napban játékosaink. Az 5-ös lotton az egy darab teli találatos tulajdonosa közel 468 millió forintot nyert. A 6-os lottó teli találatosa ennél még többet, 772 millió forintot fizet. A skandináv lotton a 76 darab 6-os 290 ezer forintot ér. A Jokeren 7 szerencsés gazdagodott fejenként 1 millió forinttal. A Luxorban az egy darab teri találatos tulajdonosa 8 millió 777 ezer forintot vihet haza. A Toton egy valaki mind a 13 plusz 1 meccse jól tippelt, nyereménye több mint 8,5 millió forint. Az Eurojackpoton az egy darab 5 plusz 1-es közel bruttó 1 millió 190 ezer eurót fizet. A Szerencsejáték ZRT háziasszonyával most lóverseny fogadásra készülünk. Pillanatokon belül beszerezzük a Kincsen Plusz tuti szelvényeket. Én egész éjjel az occokat bújtam. Hát szorgalmas vagy, de ezt rosszul tetted. Itt ugyanis egy gép dönti el helyetted, hogy kik az esélyesek. Egyébként a játék nemzetközi történetében ezzel a módszerrel vitték el a legtöbb nyereményt. Aggodalomra semmi ok, így is én leszek a szerencsésebb. Hát 2010-ben született meg a Kincsen Nemzeti Lovas Program, aminek a lóverseny szakmai részében szerepelt, hogy kerüljön bevezetésre egy nemzetközi nagy nyeremény alapot felölelő lóversenyjáték, aminek a bevételeiből finanszírozódjon meg a hazai lóversenyzés, illetve a lovasportok. Ennek köszönhetően idén januártól már nekünk is lehetőségünk van bekapcsolódni a nemzetközi játékba. 17 különböző országban lehet játszani, Franciaország a központ, onnan szervezik a játékot, de mint mondom, nagyon sok helyről lehetséges elérni a játékot. 1989 óta létezik ez a játék Franciaországban, és szépen lassan évek alatt épült ki a gyakorlatilag egy világszintű hálózatban. Ahhoz, hogy nyerjünk, nem is kell szakértőnek lenni. A gépbe a profik előrejelzései alapján táplálják be az 5 favoritot. Azt az 5 lovat azt a profik által, ugye a játékba bejátszott tétek alapján adja a gép, súlyozottan,
Tehát magyarul valaki lóversenyes tudás nélkül és a profik által felhasznált tippek alapján kapja lovakat, és így nagyobb eséllyel tud elérni nyereményt. Minden nap legalább 600 millió forintot nyerhet az, aki mind az 5 lovat eltalálja megfelelő sorrendben, de vannak bizonyos napok, jellegzetesen a 13-ák, ahol ez akár 3 milliárd forint is lehet. A plusz az arra utal, hogy minden nap kisorsolnak egy 4-jegyű számot szintén Franciaországban, és az a játékos, akinek a nyerőszelvényén ez a 4-jegyű szám szerepel, az nyerheti meg a jackpotot, amennyiben persze az 5 lovat eltalálta. Ez a 4-jegyű szám maximuma 3000 lehet. Akkor is lehet már nyereményt elérni, ha az első 3 befutót sikerül eltalálni. Nem sokára kiderül, mellénk áll-e ma Fortuna. Amíg mi átutazunk a belvárosba, hogy megnézzük a mai futam élő közvetítését, addig átadjuk a képernyőt Wolf Katinak. Kati a Szerencse Szombat stúdiójában járt, ahol legújabb dalát, az utazást énekelte el. Hát eljutsz valahova, van egy vágyod, egy álmod, és amíg eljutsz oda, addig az ember nagyon nehéznek érzi meg a mindennapokat. Amikor odaérsz és eléred, az én életemben egy nagyon jelentős dolog volt, mert mire a karrieremben odájutottam, hogy megismert az ország, addigra nagyon sok év volt mögöttem. És akkor elérkeztem, akkor visszanézek, és azok a nehéz évek mégis csodaszépnek látszódnak. És azt szerettem volna, erről születik egy dalom, ezt kértem a szövegírótól is, hogy ezt a fajta utazást írja meg, amikor szakadolsz a cél felé, és valahogy nem tudsz eléggé örülni az útnak, mert az mindig sokkal nehezebb, mint amikor már odaérsz, pedig azt kéne valahogy megélni, mert az a mai nap mindig a lényeg. Meg is érkeztünk a belvárosba, itt van velünk második játékosunk, kérem mutatkozzon be. Tokár Zoltán vagyok. Mielőtt azonban játszanánk Zoltánnal, jöjjön a nézői játékunk, tudják, két hetente két darab sorsélycsomagot nyerhetnek, ha tudják a választ a következő kérdésre. Hány darab helyes választ adott eheti műsorunk első játékosa? Válaszaikat a címükkel együtt vasárnap éjfélig várjuk a szerencsehiradó@szerencsejáték.hu e-mail címre. A szabályokat érti, Zoltán? Igen. Zsuzsi, indítsd az órát. Összesen hány párbaj ellenfelet kell legyőzni a 25 milliós fődíj elnyeréséhez a Maradj talpon című vetélkedőben? Hetet vagy tizet? Tizet. Egy jó válasz. Ma lenne 73 éves George Harrison. Melyik világhírű zenekar szóló gitárosa volt? Nagyon éles. Gyerünk tovább. Mennyi pénzt nyer az ötös lottó számhúzója? Aki a stúdióban sorsolja ki a számokat. Egy kerek szám. 1 millió forint, gyerünk tovább. 54 futamon indult el élete során kincsen világhírű versenylovunk. Ebből hányat nyert meg? 50-et vagy mind az 54-et? Mind az 54. Két jó válasz. Nem sokára kiderül, megnyeri az Oscart a Saul fia. Soroljon föl legalább egy Oscar-díjas magyart. Szabó István. Szabó István, így van. Gyerünk vissza oda, hogy George Harrison a Beatles szólógitárosa volt. A nyelve hegyén volt. Ott. Nem baj, Zoltán, három jó válasza volt, gratulálunk. Sok szeretettel gratulálok, 3 darab sorsét csomag. Nagyon sok szerencsét. Köszönöm. A Kincsen Plusz futamot hétköznaponként 13 óra 50 perctől indítják. Általában párizsi futamot közvetítenek. Most 3:42 múlt néhány perccel, pillanatokon belül eldördül a startpisztoly, állítólag a 13-as ló lesz a befutó. Géza, győzön a szerencsésebbik. Elindul már elsőre a futam. Hát Viking Blue azért egy picit óvatosabban kezd, és azért egy kicsit fogni is kellett talán a fejét. Míg a 3 perces verseny tartott, Zsuzsival többször is lelkes szurkolásba kezdtünk. Közben a szakértők háttérinformációkkal is elláttak minket. Megtudtuk például, hogy a mai futam esélyese a 13-as Viking Blue. Viszont a kanyarhoz érve egyértelműen már át is veszi a dominanciát a többiek felett. Vezet át a 13-as. A verseny vége felé nehezen tudtuk leplezni izgatottságunkat, és azért drukkoltunk, hogy a mi lovaink legyenek a befutók. Lendülettel talán a második helyet még meg tudja csípni, de Viking Blue megnyeri a futamot, Viking Blue az első, mögötte talán a kettes Uno Dancer lehet majd a második, harmadik lesz majd 9-essel Talien, és akkor mögöttük kell majd megnézni a negyedik, ötödik helyezettet. Végül az esélyes győzött. Mi pedig hoppon maradtunk, bár a szurkolást nagyon élveztük. Úgy is fogalmazhatnám, hogy meghagytuk az esélyt, hogy más vigye el a főnyereményt. A jövő héten is számítunk a figyelmükre a Ridikül előtt itt a Dunán.
a légtornászok világába utazunk. Addig is sok szerencsét, a viszontlátásra! Viszontlátásra!